No, akkor mindjárt kezdem. Sziasztok! Ez az 52. videóm, és ez most egy kísérleti adás lesz, vágatlanul. Ugyanis ki szeretném próbálni azt a súgógépet, amit 100 forintból hoztam össze. Oké, ez nem teljesen igaz, mert mindent összevetve közel 10.000 forintba került ez a prototípus, de erre majd visszatérek a végén. Most egyelőre maradjunk annyiban, hogy mindössze 100 forintot adtam ki a zsebemből, és lehet, hogy még ezt is megúszhattam volna, csak hát én ugye roppant igényes vagyok. Na mindegy. Mielőtt rátérek a barkács részre, vagy inkább trendin a Maker projektre, nézzük, miről is van szó. A súgógép úgy működik, hogy a kamera objektívje előtt alatt van egy vízszintes képernyő, amin megy a felolvasandó hír vagy álhír, fölötte pedig egy ferdes PC üveglap, ami visszatükrözi ezt a szöveget a bemondónak. A bemondó bemondja, a kamera meg a futó szövegből, nos, az égvilágon semmit nem lát. Tehát azzal, hogy végig a néző szemébe néz, nagyon hitelesnek tűnik a tévés kolléga. A hangsúly nyilván a tűniken volt. A működési elv tehát nagyon egyszerű, de a profi súgógépek iszonyat sokba kerülnek. Szerencsére most már telefonra is le lehet tölteni ingyen vagy minimális összegért súgógép alkalmazásokat, amelyek görgetik a szöveget, nektek pedig csak olvasni kell. De maga az a kamera elé bigyeztető visszatükröző egység, hát az nagyon nem olcsó. Mostanában, ami legjobban pörög a youtuberek körében, az a Parrot Teleprompter, a teleprompter egyébként a súgógép angolul, ami valóban nagyon helyre kis szerkentyűnek tűnik, de ahhoz, hogy magát a koncepciót kipróbáljam, úgy döntöttem, nem fizetek ki 100 dollárt, meg hát az igazat megvalva nem is lenne pénzem rá. Szóval jöjjön az RBLC gazdaságos, majdnem ingyenes változat. A prototípus prototípusaként ennek a képnek az üvegét használtam, ami mondjuk nem üveg, hanem valami átlátszó műanyag, de mindegy, a tükrözés szempontjából nagyon jól működött, mégten jobban is, mint az üveg, de egyrészt össze-vissza van karcolva, ami a felvétel szempontjából nem igazán szerencsés, másrészt pedig magát a képet egy molekuláris biológus, ja nem bocs, kertészbarátomtól kaptam ajándékba 1000 éve, úgyhogy egy ilyen kedves emléket nem volt szívem beáldozni. Aztán megpróbáltam fénymásoló fóliából, amiből van itthon egy egész dobozzal, mert a múltkor vettem valamihez, amire szintén nem vált be, így a nyakamon maradt. És hát a súgógépnél sem remekelt igazán, mert hogy egy nagyon maszatos hatású dologról van szó, alig látszik át a kamerának. Apropó, ha van ötletetek, hogy mire lehetne használni egy dobozt fénymásoló fóliát, írjátok meg kommentben. Szóval hatalmas kudarcként éltem meg, hogy mégsem jött össze az ingyenes súgógép, amit terveztem, mert hogy el kellett mennem az üvegeshez venni egy méretre vágott üveglapot. Vittem magammal 1000 forintot, biztos ami biztos, hogy abból biztos kijön majd az üveg, a munkadíj, meg a nem tudom mi is, de az 1000 forint már tényleg messze a felső lélektani határ volt. Erre közölték, hogy 100 forint. Oké, ennyit azt hiszem beáldozok. Magához a kaszmihoz egy 2 mm-es kartont használtam, ami egy másik projekthez kellett, de egy súgógépnyi simán maradt belőle. Úgyhogy kimértem egy 8x8x16-os egyik oldalán nyitott dobozhoz való anyagot, és kivágtam. A méreteket persze a saját telomhoz és fényképezőgépemhez igazítottam, és elvileg keskenyebb is elég lenne, viszont egyrészt így nem kell küzdenem a telefon rögzítésének a megoldásával, hanem egyszerűen csak berakom a dobozba, és kész. Másrészt elkerülhetem azt a kényelmetlenséget, ami a Parrotnél megvan, hogy nagy látószögű objektívnél a keret széle belerúg a képbe. A doboz falain túl kis háromszögeket is vágtam, amelyek 45 fokban tartják majd az üveglapot. Hó, oké. Látom, mit akartok kérdezni néhányan, hogy miért 45 fok, amikor a teljes visszaverődés határszöge üvegnél egyébként 42 fok körül van. Hát, egyrészt 45 fokot tök könnyű kiszerkeszteni, másrészt nincs szükségünk teljes visszaverődésre. A sima ablaküveg eleve visszaver valamennyi fényt, ami ahhoz épp elég, hogy egy kontrasztos szöveget kényelmesen el tudjunk olvasni. A fény többi része pedig halad felfelé. Persze az üveg belső felületéről egy kevés fény visszaverődhet a külsőre, aminek egy csekély része visszapattan a kamera lencséjébe, de az aztán már tényleg elhanyagolható, úgyhogy egyáltalán nem zavaró. A doboz hátuljára vágtam egy pont akkora lyukat, mint amire a kamera objektíve illeszkedik, de azért a felvétel készítésekor még letakarom egy kis törülközővel is az egészet, hogy a réseken beszivárgó fény ne verődjön vissza véletlenül a lencsébe. De innentől tényleg csak annyi van hátra, hogy megnyomjam a REC gombot, és elindítsam a súgó appot, ami jelen esetben a Parrot saját alkalmazása, de annyi ilyen van, hogy Dunát lehet velük rekeszteni.
Szóval ezt a videót most azért csináltam, hogy kipróbáljam, hogy működik a súgógép élesben, másrészt, hogy megmutassam nektek is, ha esetleg ti is csinálnátok egyet. Nyilván ezer sebből vérzik a kütyű, például szemben a profi gépekkel, amelyekben spéci, egyik oldalán tükrözésgátló bevonattal ellátott üveget használnak, nálam sima 2 mm-es ablaküveg van, amitől szellemképes lesz ugyan a szöveg, de könyörgöm, 100 forint volt az egész. Vagyis ez sem igaz. Ha láttátok a 11. adást, az Ez a pofátlan ár mégis hogy jött ki címűt, ott levezettem, hogy körülbelül mi minden célszerű figyelembe venni árazásnál. Tehát ha összeadom az anyagköltséget, nem csak a 100 forintos üveglapot, hanem a többi itthon lévő dolgot a készletezés rájuk eső költségével, az eszköz és műhely használat fajlagos költségét és a ráfordított munkaórák ellenértékét, összesen tényleg mindent egybevetve az ötleteléstől az utánajárásokon és a teszteken át a kész prototípusig körülbelül 5-6 óra van még ebben a csepkis vacakban is. Ez pedig, ha minimálbért veszem alapul, annak minden járulékával együtt, normalizálva az életkoromnak megfelelő szabadsággal is. Oké, nem részletezem most túlzottan, nézzétek meg azt a videót, amit az előbb említettem. Szóval összesen 9700 valamennyi forint jött ki. Tehát ha így nézzük, a gyári változat mindössze körülbelül 3-szor ennyibe kerül, és sokkal, de sokkal jobban használható. Másrészt viszont csinálni valamit, alkotni, vagy néha még akár gányolni is tök jó dolog. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit barkácsoltatok legutóbb. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, ha pedig nem akartok lemaradni a következőről, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Szép napot, sziasztok! Oké, párszor belesültem, meg nem az jött fel, amire számítottam, de összességében lehet, hogy növelheti a hatékonyságot, ha ésszel csinálom. Ezek a szövegek már nincsenek ott a képernyőn. Szóval tesznek, ez tök jó volt, írjátok meg róla a véleményeiteket, ha pedig szeretnétek csinálni egy ilyet, hajrá, essetek neki, tényleg szinte semmibe nem kerül, most már tényleg, sziasztok!